Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Kulturális Magazin októberi adásában. Első vendégem Mucsi Tina, a Tina rajztanodája tulajdonosa. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és én megkérlek téged, hogy te mutatkozz be, hogy mi mindent csinálsz, és végül is honnan, hogy jutottál el a tanodáig. Én is köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. Hát igazából én eredetileg német nyelvtanár vagyok, és közgazdasági főiskolát is végeztem, úgyhogy sokáig dolgoztam multicégeknél, de nem éreztem igazán otthon magam, nekem mindig is egy fontos hobbi volt a rajzolás, a festés, illetve nagyon sok kézműves dologba belekóstoltam gyerekkoromban is, és hát egy olyan, ha jól emlékszem, most lesz október közepén 11 éve, hogy elindítottam a rajz tanfolyamaimat először, és innen indult a Tina rajztanodája igazából. Először mellékállásban, illetve a két gyermekem mellett kezdtem el rajzoktatással, festésoktatással foglalkozni, művészetterápiával foglalkozni, és utána, amikor a második gyermekem ugye óvodába került, akkor el kellett dönteni, hogy visszamegyek-e dolgozni főállásba, vagy folytatom főállásban a rajztanodámat, és az utóbbi mellett döntöttem. Úgyhogy ez van most. És a család mennyiben támogatott téged, hogy ekkora nagy fordulat volt az életedben? A férjem és a szüleim is támogattak, a gyerekek pedig megszokták, hogy voltak olyan hétvégék, amikor én nem voltam otthon és tanítottam, illetve volt egy olyan időszak az életemben, amikor vidékre is elhívtak tanítani, tehát ott csoportokat szerveztek nekem, és jártam az országot, mint utazó rajztanár igazából. Úgyhogy tényleg támogatást kaptam a családtól, ez ezért nagyon fontos. Igen, hát ahogy nálad jártam, és nagyon köszönöm a meghívást, mert amikor beszélgettünk, akkor ebbe a csodálatos rajztanodába hívtál meg, és ott beszélgettünk az otthonodban. Ha megengeded, elmondanám a benyomásaimat, tehát ahogy beléptem hozzátok, egy olyan nagyon kellemes, harmonikus nyugalom árad belőled is, és az otthonodból is. Aztán levittél ugye a stúdióba, ahol tanítasz, tehát ott tényleg, mintha egy kicsit úgy megállt volna az idő. Ugye ez végül is terápia is, tehát stresszoldás. Ugye te erről is, ha beszélnél, hogy azért sok mindent elvégeztél, tehát legalább 4-5 féle dolgot soroltál el, hogy azóta mivel is bővült a te tudományod. Hát én annak idején még amikor cégeztem beosztottként, akkor először a feng shui területére vándoroltam, tehát ezt, lehet, hogy ezt érezted igen, a lakásunkban. Igen, fantasztikus. A színek is gyönyörűek és harmonikusak, igen. Aztán kineziológiával foglalkoztam, azt elég komolyan 13 évig egyéni terápiákat vittem, és emellett a két agyfélteke összehangolása, a stresszoldás hozta aztán a rajzolást, tehát mindig is összefüggött számomra, de szerintem amúgy is összefügg a kikapcsolódás, a stresszoldás a két agyféltekének az összehangolásával, és nincs olyan kép, amit rajzolunk vagy festünk, ami nem önarckép. A művészetterápia az mindig benne van abban, hogyha mi elkezdünk alkotni, festeni, és valamit kiadunk magunkból. De akkor is, amikor valamit lefestünk, amit látunk magunk körül, tehát abban ugyanúgy benne vagyunk, a saját szűrőnkön keresztül tesszük ki a vászonra vagy a papírra, de amikor olyan célja van a festésnek, hogy kifejezetten lelki tartalmakat jelenítsünk meg, akkor ez megfokozottan érvényes. Úgyhogy nálam vannak legkülönbözőbb programok, tényleg most számoltam össze a napokban, egy közel 50 féle programot csináltam az elmúlt 11 évben. Ennek egy része évenként egyszer, kétszer, háromszor ismétlődő, nagyobb programok, így a 4 napos rajztanfolyam, a színes ceruzás rajztanfolyam, az akvarell alapjai, ugye akvarellfestés az egyik fő irányvonal nálam manapság, illetve az útinaplózás, ami egy nagyon-nagyon népszerű terület, a kalligráfia, a csetfilces kalligráfia, ez egy viszonylag frissebb, ez egy 2-3 éve tanítom.
És vannak olyan klubok, workshopok, ami egyszeri meghirdetések ezekben a témákban, tehát vannak utinaplósoknak tematikus klubok, pénteki klubokat szoktam tartani, és nagyon sok programomat online is tartom, tehát vannak ezek az úgynevezett dobozos online programok, így például pont a kaligráfia, akvarellnél a színkeverésről csináltam egyet, utinaplózásról van kétféle is, és vannak élő online programok is, ez így a karantén idején jött ötletként, hogy ugye nem nagyon tudtunk találkozni, és akkor megtartottam néhány klubot, festőklubot elsősorban online formában, és akkor ez megmaradt, mert igényelték, akik távolabb laknak, vagy bármilyen okból nem tudnak eljönni hozzám, tudnak eszi műhelyembe, azok online bekapcsolódnak a programba. És a gyakorlati részére, ha rákérdezhetnék, mert én remélem, hogy eddig is teltház volt és van nálad, ahogy elmondtad, de hogyha valaki most kedvet kap, és reméljük, hogy igen, hogy hol jelentkezhet nálad, vagy tehát, hogy milyen rendszerességgel tartod ezeket a foglalkozásokat, hogy lehet bekapcsolni, vagy egyáltalán be lehet-e kapcsolódni, vagy csak az, hogy egyszer-egyszer elmegy az ember, az is jó, tehát, hogy van ez gyakorlatilag? Ez minden, amit elmondtál, lehetséges tulajdonképpen. Tehát valóban, igen, van egy törzsgárda, aki 2-3 évente cserélődik, és mindig jönnek újak, és vannak olyanok, akik mondjuk, hogyha jártak hozzám néhány évig, ők más fele mennek, vagy más irányba indulnak. Viszont igen, tehát valahol ezt el kell kezdeni. Van egy honlapom, a kreatívönismeret.hu, ott automatizálva van a jelentkezés, tehát ott a fő oldalon, hogyha valaki legörget, mindig látja az aktuálisan meghirdetett programokat, nagyon sokszor 2-3 hónappal előre is meghirdetek egy-egy klubot, workshopot vagy tanfolyamot, és akkor ott egy néhány kattintással lehet rájelentkezni. Most jelen pillanatban az akvarell programok vannak túlsúlyban, novemberben lesz egy absztrakt témájú foglalkozás sorozatom, igen, tehát ez a másik nagy szerelem az utóbbi időben, az absztrakt vonal, és ez egy ilyen művészetterápiás jellegű program lesz, tehát itt 4 pénteki alkalom lesz egymás után novemberben, de ez már betelt, viszont ennek lesz egy online változata, arra még lehet jelentkezni, illetve folyamatosan vannak az akvarell klub programok, tehát ez ebből mindig van új, most is lesz egy új meghirdetés. Most épp tegnap szavazták meg a törzs tanítványaim, hogy legyen egy ilyen novemberi. És akkor ez egy-egy hétvégét ölel magába, vagy csak egy péntek, vagy csak egy szombat? Attól függ, hogy milyen program. És akkor 4-5 óra egyszerre? Igen, vagy, ez vagy, így vagy, van. Vagy ez így van, tehát a pénteki klub például, ami havonta 1-2 alkalommal van, és tényleg vannak olyanok, akik csak ilyenkor, saját elmondások szerint csak ilyenkor alkotnak, otthon nincs rá idejük, energiájuk, lehetőségük, eljönnek hozzám havi 1-2 alkalommal, és akkor itt ki tudnak kapcsolódni. Tehát a pénteki klub az olyan, hogy igen, egy 3-4-5 óra, és vagy a műhelyemben, vagy van egy pesti helyszín a belvárosban, ott is szoktam lenni, most ritkábban, tehát inkább otthon, illetve vidéki helyszínekre is el szoktunk menni, tehát volt olyan, hogy a Vácrátóti Arborétumban utinaplóztunk, botanikai rajzokat csináltunk, vagy a Budai Arborétumban szoktunk menni Vácra, kirándulunk, tehát vannak különböző olyan programok, amelyek nem beltériek, hanem kirándulósak. Úgyhogy ezek az egyszeri alkalmak, és vannak mindig táborok, nyaranta például, alkotótábor, és szoktunk külföldi alkotótáborokat is csinálni, tehát voltunk már Ausztriában nem egyszer, Velencébe, Olaszországba mentünk, Balin voltunk 2-szer, és a vidéki Anglia nekem nagy szerelem, úgyhogy oda is vittem csoportot már több alkalommal. És erről még beszélnél csak egy pár mondattal, ez az utina, ez nekem nagyon tetszett, ahogy mutattad, és majd mutatunk a kedves nézőknek is, tehát bele lapozunk majd itt az utinaplóidba, ez fantasztikus. Ez hogy képzeljük el ezt, hogy láttok valamit, leültök, és ott megrajzoljátok, igen, hogy igen, gyönyörű. Igen, pontosan így van, ez pontosan így van. De hogy, mivel, kicsi készlet, igen, van egy először is egy akvarellapú füzetünk, tehát egy kis napról, amit magunkkal viszünk, és van uti készlet, uti ecset, minden, tehát megvan az, hogy mivel kell ezt elkészíteni, és először megrajzoljuk ceruzával, utána vékonyhegyű filccel, és ezt festjük ki akvarell festékkel.
Tehát ahol éppen jártok, és na most ez megtetszett, igen, hát én láttam, hogy megmutattad az úti naplóidat, hát valami fantasztikusan van, kis meseszerűek, mint hogyha egy mesekönyvet lapozgattam volna, csodálatos. Tehát akkor arra ott van idő, hogy ott elő megrajzolgatját, és ott még kifestitek? Tehát, igen. Hogy ott úgy... Igen, azért megyünk, hogy legyen rá időnk. Tehát pont erről szól maga a program, hogy összejönnek az útinaplós őrültek, és akkor ott egy kupacba arról szól a dolog, hogy nem kell semmire várni, senkihez igazodni, hanem mindenki ezzel foglalkozik, és akkor ülünk Velencébe valami téren, vagy a csatornaparton, vagy a kastély mellett Angliában. Tehát igen, és akkor ott sokat lehet ebből tanulni, és nyilván, hogyha mondjuk egy épületet rajzolunk le, akkor a perspektívikus ábrázolás, és így tovább. Ebben a mai rohanó világban, amit most ugye élünk, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy ezt te megadod, ezt az én időt. Tehát amíg ott van, és veled van, addig tényleg én idő is befelé fordulhat, nincs stressz, nyugalom van, béke van. Ez most nagyon fontos. Igen, törekszem rá, hogy így legyen, tehát erről szól az egész, és ezért örülök, hogy 5 év egy olyan házba tudtunk költözni, hogy saját otthoni műhelyem van, mert pont ezt, amit te is említettél, ezt az otthonos nyugodt hangulatot szerettem volna átadni, közvetíteni azoknak, akik rám találnak. Úgyhogy számomra nagyon fontos, hogy aki hozzám jön, ő tényleg maximálisan kikapcsolódjon. Igen. És van egy programom egyébként, a rajzmeditáció, ami éppen ezt célozta meg. Ez egy művészetterápiás és készségfejlesztő program, amelyben fogalmazzunk így, mintákat rajzolunk, minták ismétlődéséből jönnek létre olyan alkotások, amit nem gondolt volna rá senki, aki oda jön, hogy ez erre képes, vagy az, aki még sosem rajzolt elsősorban, az nem gondolta volna, hogy erre képes. És van ugye a művészetterápiás része, érzésekről rajzolunk, tehát felismerjük az érzéseket a rajzainkban, és ez is nagyon lényeges utána, tehát hogy otthon is tudjon ezzel dolgozni, hogyha bármilyen problémája van, akkor ki tudja rajzolni magából az érzéseit, aki itt járt és elsajátította, hogy ezt hogyan kell. Egyébként ezt a rajzmeditációt most már az országban rajtam kívül 15-en oktatják, tehát franchise rendszerben lehet csatlakozni oktatóként hozzám, és átadom ennek a módszerét, ennek a rajzmeditációnak, és akkor most már az egész országban lehet a foglalkozásokhoz csatlakozni, úgyhogy... Ez is egy nagyszerű lehetőség szerintem a kikapcsolódásra. És amikor ebben a rajzmeditációban, amikor mondjuk végeztek, akkor elemzés is van utána? Tehát milyen lelki állapotban vagy, mik dúlnak benned, ezt akkor ti ezt megbeszélitek? Vagy... Elemzésnek nem nevezném, de igen, megbeszéljük. Tehát azt nézzük meg, hogy a többiek mit látnak benne, de ez azért egy érdekes dolog, mert mindig, amit látunk egy alkotásban, az azért rólunk is szól, nem csak az alkotóról, úgyhogy ezt azért mindig elmondom, hogy ne csak az írja fel, amit mondanak az alkotásáról, akinek az alkotás, hanem aki mondja, az is írja fel magának, hogy ő mit mondott, mert rendkívül fontos saját maga számára, hogy ő mit fedez fel egy képben. Igen. Úgyhogy igen, nem elemezzük, semmiféleképpen, de megbeszéljük, és mindenki nyilván annyit mesél az adott alkotás kapcsán az érzéséről, amennyit szeretne, tehát ez tényleg egy ilyen megtartó közösség minden egyes esetben. Ha visszanyúlunk a gyerekkorba, azért ott megtaláljuk a miértjét annak, hogy te ezt most miért csinálod. Hogy is volt ez? igen. Hát először is én... olyan családba születtem, hogy se édesanyámnak, se édesapámnak nincs testvére, tehát a nagyszülőknek az összes szeretete rám zúdult 7 éven keresztül, amíg meg nem született az öcsém. Úgyhogy tényleg egy nagyon, nagyon szeretetteli közegben nőttem fel, és megfigyelhettem a nagyszüleimet is alkotás közben. Tehát kifejezetten szeretett, ugye a nagymamák szeretnek sütni, főzni, süteményeket sütni, kézi munkázni. Az egyik nagypapám, ő fafaragó volt, és gyönyörű dolgokat készített, úgyhogy ez már egy fontos volt az induláshoz szerintem, és édesanyám pedig egyedi ruhákat vart nekem mindig, mert ő eredetileg
ez a szakmája, és mindig valami különlegesbe tudtam iskolába menni, ami az ő keze által született, és ő utána később, egy 20 évvel ezelőtt kezdett el festeni, és olajfestményeket fest. Mocsi Erika. Festőművésznő, vele is beszélgettem már. Igen, és azt hiszem, hogy akkor, én akkor 20 éveimben jártam, és akkor azt mutatta meg nekem, hogy soha nem késő semmit elkezdeni. Tehát ugyan akkor már tudtam, hogy nem az az én utam, hogy itt cégeknél dolgozzak, és akkor azt hiszem, hogy ez is bátorságot adott nekem, hogy én el tudtam kezdeni aztán később a gyerekek mellett egy saját utat kiépíteni magamnak. Te történt egy olyan szép esemény is, hogy édesanyjáddal együtt léphettél ki a nagy közönség elé, hiszen itt a Dunakeszi Művészek nyári tárlatán, ami ugye most augusztus 19-én volt, és ott édesanyád is, és te is részt vettetek. Te mivel debütáltál itt, mert először vettél részt ezen a nyári tárlaton? Igen, ez nagyon nagy öröm volt, hogy ráadásul egymás mellé tették a képeinket, és igen, volt olyan, aminek hasonló volt a színvilága, úgyhogy nagyon jó érzés volt így egymás mellett látni az alkotásainkat. Én absztrakt képeket állítottam ki, absztrakt portrékat, illetve egy absztrakt épület képét. Absztrakt portrék eredetileg egy olyan alkalomra készültek, ahol én magam klubot tartottam a tanítványaimnak, mm-hmm, és az egyik portré ez alkalommal készült. Igen, a másik az előtte, tehát az egy ilyen bemutató alkotás volt. Az épület pedig az igazából egy útinaprós út ihlette a vidéki Angliában, és azt alkottam meg aztán nem kisméretben, mint az útinaplóban, nem jó nagyban. Úgyhogy... Úgy egy mondatban összefoglalhatnád, hogy mit is jelent neked, amit most csinálsz. Mit szeretnél vele, mi lehetne az a motto, amit úgy magadról, illetve az egész oktatásról egy üzenetként elmondhatnál nekünk, ha ezt megtennéd? Nagyon fontos az szerintem, hogy merjünk önmagunkra időt szánni, és merjünk olyan dolgokat is csinálni, ami nem fontos, vagy nem szükséges a szónak az eredeti értelmében, hanem az is fontos, és ez más értelemben fontos, hogy saját magunkat feltöltsük, és saját magunkkal is foglalkozzunk, mert ugye üres korsóból nem lehet tölteni, tehát nem lehet addig adni a környezetünknek, nem tudunk addig a maximumon dolgozni, meg járatni magunkat a maximumon, amíg nem töltöttünk fel, és nagyon fontos szerintem az, hogy ha valakinek az volt az álma, hogy rajzoljon, fessen, de bármi más területtel szeretne foglalkozni, akkor vágjon bele, kezdje el, csinálja, és hogyha havonta egy-két alkalmat tud vele foglalkozni, az is bőven elég. Ha minden nap tudna, az lenne az ideális, de ne várjunk el magunktól éneket, tervezzük be azt, hogy ebben a hónapban ekkor és ekkor, már pedig ez csak rólam szól, ez az én napom, és csináljuk azt, ami a szívünk vágya. Hát ez gyönyörű, a zárszónak tényleg csodálatos. Drága Tina, én most már csak azt tudom kívánni, hogy ehhez a csodálatos feladathoz további sikereket, jó egészséget kívánok neked, hogy még nagyon sok tanítványnak adhasd át a rajzolás, a festészet örömét, gyógyító erejét. Azt hiszem. Nagyon köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm.